A 12 éves Mázinak felelős gazdia van, a kutyus időben megkapta a kötelező kombinát, valamint veszettség elleni oltását. És felkészültek a kullancsokra is. Az állatorvos szerint ma már nem beszélhetünk kifejezetten kullancs szezonról. A hőmérséklet emelkedésében és az évszakok eltűnésében szinte állandóan veszély van. Aktivitásukat tekintve azonban még mindig a tavaszi és az őszi időszak a legkritikusabb. Érdemes ilyenkor jobban odafigyelni a kedvenceinkre, a kullancsok ugyanis számos betegség kórokozóját terjeszthetik. A kullancs ugye klasszikusan mindenkinek a babéziózis jut eszébe, vagy a Lyme-kor általában, de azt tudni kell, hogy több mint 100 betegséget adhat át. Tehát önmagában nem elég ezek a betegségek ellen védekezni, hanem maga a kullancs ellen, tehát a kullancs csípés ellen kellene. Lehetőségünk azért számos lehetőség van, tehát van a gyógyszeres, illetve nem gyógyszeres. Gyógyszeresben lehet a megszokott, ugye külsőleg használható cseppek, nyakörvek, vagy akár tablettás formában is találunk nagyon jó készítményeket. Ezen kívül én, amit nagyon javaslok, főleg egy erdőbeli séta után egy alapos átkefélés és sűrű kefével, hiszen a kullancs ilyenkor még nem ágyazódik be, csak keresi a legoptimálisabb helyet a vérszívásra. Ilyenkor még szinte 100%-osan eltávolítható a kullancs. Érdemes alaposabban átnézni a kutya fülét, a nyakörv, a szem és a száj körüli részeket, és a mancsokat is. Akkor sem kell megijedni, ha csak jó pár órával később találjuk meg a kullancsot. Egy egyszerű eszköz segítségével a gazdi is eltávolíthatja a vérszívót. Alapszabály, hogy kézzel ne. Kézzel azért sem, mert mi is kaphatunk el fertőzést, akár bőrsérülésen, vagy akár szájon át is fertőződhetünk, akár mi is. Tehát ez a legfontosabb, hogy kézzel ne. Nagyon jó kullancskiszedő csipeszeket lehet kapni szinte bárhol, vagy ha nem, akkor sima csipesszel is teljesen jól ki lehet szedni. Előfordul, hogy beleszakad a kullancs feje a kutya bőrébe, ilyenkor sem kell megijedni, egy tűvel ki lehet onnan piszkálni. Ha nem sikerül vagy nem meri a gazdi megcsinálni, érdemes állatorvoshoz vinni kedvencünket, ahol szakszerűen végzik el a szükséges mozdulatokat.